a ribizlit is lehet. Igen, meg lehet nézni a ribizlit is. Na sziasztok, kert körüljárós videószerűség, nem lesz teljes körüljárás, de az érdekes dolgokat meg fogom mutatni. Az egyik érdekes dolog, hogy idén végre jelentősebb mennyiségű ribizlire számíthatunk. Látjátok, milyen szép ribizli? Meg a cickány is itt van. Az még a fehér ribizli, az még sehol sincs. És ott a másik adag piros ribizli. Ja, egyébként itt Zoé kutya sírjához, mivel nem akar nőni ez a virág egyelőre, amíg ilyen kicsik ez a virág, addig elültettünk uborkákat. Úgyhogy majd remélhetően valami történik velük. És most, ja igen, még egy újdonság. Itt lehet egy kis plusz veszeményes ilyen fűszernövényekkel. Én meg nem mondom melyik. Ezt tegnap ültették az asszony meg a kisebbik gyermek. Idén is szépet nőtt a gesztenyefa. És most mindjárt indulunk fölfelé, és egy újabb csalamon csapdát is elhelyezünk. Illetve megmutatom a fogást, mert már voltak fogások. Ürítettem is a csapdát. De most van benne újból, úgyhogy meg fogom nektek mutatni, milyen a nagy farontó lepke. A Facebook oldalon már volt bemutatás. Szóval a Facebook oldalon már mutattam a farontó lepkét, de most itt YouTube-on is. Igen, megmutattam. Úgyhogy mehetünk fölfelé. Menjetek ti! Meg akarom mutatni, milyen szép nagy a málna, és az jó egy méretarány, hogy látszik. Na jó, gyertek, akkor menjünk. Nappal szembe dolgozunk. Abszolút nem ideális. Viszont a málnák ilyen szép nagyra nőttek. Majd mindjárt megfordulok, és akkor látni fogjátok. Ja igen, tegnap az új fuxival. Hát azért itt látható komoly mennyiségű ganajt lekaszáltam, főleg ott a széleken volt rengeteg. És jól vitte, lesz majd egy élmény beszámoló. És akkor mindjárt most megfordulok, hogy a nap a hátunk mögött legyen, és ez az, így a szép. Na látok oda a málna mellé, milyen óriási, lássák. Van egy, a hátsó az még nagyobb, de mindegy. Szóval tök mindegy, óriási nagy málna bokraink vannak. Látjátok? Mely magasságig ér az asszonynak a málmabokor? Amúgy minden tök jó, tök szép. Milyen védős isakod van. Szóljunk Fuxi bácsinak, hogy küldjen egy ilyen fuxtekes sisakot neked. Nem kell. A bárányok azok ott vannak, hallgatnak. Ja igen, itt mellettünk idén megint kukorica lesz. Kezd már nőni. Ez most ilyen csapkodós-kapkodós videó. De ez van, legalább nem lesz hosszú, ez vigasztaljon titeket. Látjátok, ezt mind tegnap lenyírtam. Itt a mandulánk, erről volt külön egy fajültetős videó. Ez most már kijelenthetjük fixen, hogy megmarad. Tehát ez most már rendben lesz. Itt vannak a naspolyák, amik idei ültetés. Egy naspolya, még egy naspolya. Úgy tűnik, hogy ezekről is mondhatjuk, hogy megmaradnak, bár este majd locsolni kell. De mondhatjuk, hogy megmarad. Itt a som. Volt itt némi száradás, de most azóta nyugalom van. Tehát így úgy tűnik, hogy stabilizálódott az állapota. És itt valakik lopják a cseresznyét. Fönt nagyon jó volt a fehér cseresznye, de azt már megettük. Úgyhogy erről is legeltünk már minap, többször is, úgyhogy már csak ilyen maradék cseresznyék vannak. Ezek nagyon sokáig nagyon aprók voltak, ami ezen volt. És tök sok volt a sérült. Igen, és nagyon sok volt a sérült. Itt látszik is valakik, már szét is téptek némányat. De aztán most nagyon finom lett a végére. Csomó olaj van rajta. A fönti fehér az azért nagyon jó volt. Basszus, mennyi hangya! Itt följebb is szépek lesznek. Te a létrát én visszavittem, amit a fehér cserkóhoz kihoztunk. Aha. Akkor jó. Szerintem
Na és közben megmutatom nektek a farontó csapdát. Ugye lent is, és fönt is van egy nagy farontó lepke csapdánk. Ezt ugye a lombkorona magasságába kell betenni. 1,5-2 méter a nagy farontóét. A kicsikét azt viszont a korona fölé. És hát most már úgy látom egyik sem működik. Tegnap még az egyik farontó lepke működött. Ó, ebben 3 is van most, ahogy látom. Na várjátok, látom a kamerát is kiveszem. Szóval, így néznek ki. Ilyeneket gyűjtöttünk. Ezek a farontó lepkék. És most pedig elkezdjük üzembe érni a kis farontó lepkéket, mármint a csapdájukat, amiket ugye június közepétől kell kitenni. Azt viszont lombkorona fölé kell kitenni, úgyhogy ezt magasra tesszük. Hát minden lombkorona fölé nem tudjuk kitenni, mert itt őrült nagy fáink vannak, de mivel az almafát erőteljesen szereti a farontó lepke, mármint a kis farontó lepke, éppen ezért az almafa koronája fölé fogjuk becélozni. Tehát van lent is egy almafa, meg fönt, úgyhogy mind a két almafa fölé, koronája fölé kitesszük ezt. Szóval itt az új csapda, ez pedig a kis farontó illatanyaga, nem tudjuk ez milyen. Kinézetre eltér a nagyétól, vagy ugyanolyan. Nézd, tök más! Ennek tök más illatanyaga van. Ez egész másképp néz ki, mint a nagy farontóé. Majd elolvassuk, és azt írják a papíron, hogy ki kell nyitni a tetejét, akkor kinyitjuk. Nem tudom. Tehát lukat nem látok rajta, de ugye mindig azt írták a nagy farontónál is, hogy ne tapogassuk. És hát ezt most rögzíteni fogjuk kábelkötővel. Mondjuk. Én biztosra megyek. Jól meghúzzuk. Meg ennél a kábel kötözőnél fogva, ami ugye a házat fogja, annál fogva szintén rögzítjük. Ennek nincs nagy súlya, úgyhogy ennek a két között, kötözőnek ezt meg kell bírnia. És akkor most ebből összeállítunk egy objektumot, ami úgy fog kinézni, hogy jó hosszú lesz. Vettem a mezőgazdasági boltba ilyen átkötőket. Nagyon remélem, hogy megtartanak. Az első szélviharba ez ki fog derülni. Szeretnénk emellé lerakni a kis farontó csapdát. Morci leszek, ha lekell szedni a zárókupakot a végén, mert akkor le kell szedni a tornyot, el kell bontani. Egyet meg leütünk. Remélem elég puha a talaj hozzá. Jó
magassal van. Kicsit ágaskodnom kell. Már lejjebb lesz, akkor könnyebb lesz. Ha maradnak ujjai. Már majdnem olyan magas, mint én. Hoppá! Áááá! Bassza meg a kurva élet! Jó, szerintem itt már elég stabil, nem? Jó. Ez itt jó lesz. Ó, már dagad az ujjam. Faszán ráütöttem. Már lilul. És dagad itt az izület. Az új percennél. Munkahelyi baleset. Szerintem menj messzebb, hogy beleférjen. Remélem ez a vékony vacak megbírja hosszú távon. Ó, baszki. Nem biztos, hogy megbírja. Elég vékonykának tűnik. Ó, gyere, segítsél! Meg kéne fogni, tacikám. Igen, ezt lehet, hogy kicsit egy kalumére tesztem. Jó, itt valahol. Ugye fáj az ujja? Ilyen magasra kell azt tenni. Igen, zokkoron a szintje fölé. Hoppá. De azt hiszem, de komolyabb technikát kell legközelebbre hoznom. Ez kevés lesz. Kötöző, de tudja a halál, hogy hol van. Ez elég gyengúc. Úgyhogy ezzel sűrűn rakjuk. De itt jön egy kisebb széldökés, ennek annyi lesz. Jó, hát levonjuk a tanulságokat. A vékony helyett is vastagot fogok venni a másik csapdához. Direkt azért most csak egyet állítunk föl. És kedden, mikor kinyitnak a pistiék, most már tudom a tapasztalatot, végig vastagabb lesz. Csak a súlycsökkentés miatt akartam oda vékonyabbat. Plusz veszek blasszagabb, erősebb kábel szorítót, mert nem tudom, hogy hol van. Volt egy nagy csomag fekete, de ezek a dolgok mindig eltűnnek. Ez lópa. Ezek a dolgok mindig eltűnnek, az a baj. Mondjuk ez már elég régi is. Ez nem régi. De. Ezt idén vettem. Ezt nem magától hoztam. De hogy is, Südi Pistéknél vettem. Ezt a színeset? Igen, ezt a színeset. Nem. Én meg tudom. Igen. Igen, nem tudom most milyen projekthez, de nemrég vettem. Na, engedd el, meg tartja, vagy eldől a francba. Aha, hajlik pedig az alsó osztop is a súlya alatt. Hát, szerintem menj hátrébb, hogy belátszódjon. Egy ilyen elrettentő példának tökéletes lesz. Ez gyenge, gyerekek, ez gyenge. Ez volt a teszt projekt. Igen, ez a hogyan ne kategória lett megint. Valószínűleg három vastagabbat kell csinálni, és hát akkor kicsit alacsonyabb lesz, ott lesz valahol a teteje, de végülis ez is a korona szintje fölött lesz. Na hát első próba, az nem jött össze majd. Ez most így marad, megvárjuk, hogy kidönti a szél, de a másikat, a lentit, azt már nem így fogom felrögzíteni, hanem három ilyen vastagot fogok összetákolni. Oké, lelőheted. No, még ezt azért ide bevágom, tehát másnap vagyunk.
Még nem dölt ki. Lehet látni, hogy ott lengerezik. Íme. Úgyhogy lehet, hogy elég lesz mégis a vékony, mert elég komoly szél volt egyébként. És ennek ellenére nem dölt ki. És amit szerettem volna mutatni, hát itt a fókusz majd összeszedi magát. Egyszer. Jó, ezt ebből a távolságból nem nagyon tudom megmutatni, de ott látszik, hogy van benne valami. Mindjárt közelebb megyünk. Szóval itt vagyunk már alatta, és innen látni fogjátok. Már csücsül benne. Négy darab hernyó. Szedd már össze magadat, vagyis nem hernyó, hanem csak lepke. Szélközben fújja mindenfelé. Próbálom nektek megmutatni. Ott vannak. Meg egy kicsit ki. Fókusz a béka segge alatt van. Valahol ott vannak a lepkék. Sikerült. Hát ez a fényképezőgép, ez ugye zoom közben össze-vissza elállítódik a fókusza. De talán látjátok, tehát már fogtunk vele tegnap óta három kis farontót. Tehát működik a dolog. Ez is. Ugye a nagyot azt meg már láttátok. Arányaiban most a kis farontó úgy tűnik, hogy több van, mint nagy. Az asszony meg már lopja a cseresznyét. Úgyhogy megyek le én is gyorsan eszek, különben nem marad nekem cseresznye. Cica meg már megijedt fel.